Mindig kihangsúlyozzuk, hogy a pozíció, amit betöltünk, milyen fokon kötelez. Ja, tu, drágom kollégim Péteru, na nedávnom izbornom úspěchu u Maďarskoj. Én kollégámnak már gratuláltam, de szeretném megragadni az alkalmat, hogy ismét gratuláljak a Magyarországon nemrégiben elért választási sikerért. Én arra mondom, hogy veszélyem násztalkú náši szurát. És természetesen örülök annak, hogy folytathatjuk az együttműködést. Jako smo posledný týden, posledný zapravo sasanak, već smo ga imali u Mostaru na gospodarskom sajmu, gdje je Mađarska bila zemlja partner. Utoljára Mostárban találkoztunk, a gazdasági vásárban, ahol Magyarország volt a partnerország. A u Budimpešti smo također krajem siječnja sudjelovali na konferenciji povodom 30 godina uspostave diplomatskih odnosa. Illetve január végén Budapesten együtt részt vettünk egy konferencián, amikor is megemlékeztünk a diplomáciai kapcsolatok felvételének 30. évfordulójáról. Evo, svedoci smo velikih promjena u našoj svakodnevnici, našoj strateškoj okolini. Nagy változás. Situacijama upućeni na druge, to pokazuje i invazija na Ukrajinu. Ahogy azt már a pandémia és a földrengések is megmutatták, az ilyen helyzetekben a szomszédok egymásra vannak utalva, és ezt mutatja most az ukrajnai helyzet is. Naše sú téme danas bila vezané uz to dílom i uz ruskú agresiu na Ukrajinu, ale i uz područie jugoistočné Európy, ili západnou Balkánu. Složí smo u ocene, da treba spriečiti bilo kako prelievanie nestabilnosti na naše jugoistočné susiedstvo. Egyetértünk abban, hogy meg kell akadályozni bármilyen átterjedését ennek az instabilitásnak, ami dél-kelet-európai szomszédságunkra. Hrvatska i Mađarska podržavaju proširenje kao zalog stabilnosti našeg neposrednog susjedstva, pa tako i Európe u cjelini. Horvátország és Magyarország támogatják a bővítést, mint a közösségi. Povezano s time istaknuo sam kako je važno obratiti posebnu pozornost na Bosnu i Hercegovinu i osiguranje funkcionalnosti i ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda kao temelj njezinog daljnjeg evropskog puta, uključujući dogovor o reformi izbornog zakona. Drago nam je kada imamo podršku Mađarske, snažnu podršku za hrvatsku aplikaciju u šengenski prostor. Nagyon örülünk, hogy Magyarország határozott és erős támogatását bírjuk a horvát šengeni csatlakozáshoz. Kao i za buduće hrvatsko članstvo organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj OECD. Két ország jó kapcsolatával mind a két nemzet jól jár. Sa dobrim odnosima dvije zemlje zapravo dobivaju i obe nacije. Ezért a jövőben is ennek a kapcsolatnak a folyamatos erősítésén leszünk. Stoga ćemo i u budućnosti nastaviti kontinuirano jačati te odnose. Tavaly esztendőben az együttműködésünk egy rendkívüli sikert hozott. Prošle godine naša suradnja je rezultirala jednim iznimnim uspjehom. Hatalmas rekordot döntött meg a két ország közötti kereskedelmi forgalom. Trgovinska razmjena među dvjema državama je zapravo dostigla jednu ogromnu razinu. 52%-os növekedést követően 3,8 milliárd euró. Znači 3,8 milijardi eura nakon 52% rasta. Magyarországot és Horvátországot. Isto tako, do proljeća 2024. planiramo autocestu M6 dovući do granice i uspostaviti jednu povezanost autocestom. Fontos kapocs a két ország között a Nyugat-Balkán stabilitása iránti közös elkötelezettségünk. Vážna poveznica među našim zemljama je i zajedničko zauzimanje za Zapadni Balkan za njihovu stabilnost. És pontosan tudjuk, hogy a Nyugat-Balkán stabilitásához elengedhetetlenül fontos Bosnia és Hercegovina stabilitása. A svi dobro znamo da je zato neophodno nužna i stabilnost Bosnia i Hercegovina. Magyarország szempontjából csak akkor lenne érezhető hatása, hogyha a horvát földgázszállító rendszert is modernizálnák, és a kapacitását Magyarország irányában megnövelné. Ali za Mađarsku to bi bilo značajno samo ako bi se modernizirao i kapacitet, transportni kapacitet plinovodnog sustava u Hrvatskoj, odnosno ako bi se taj kapacitet u smjeru Mađarske povećao. Mi elvégeztük a házi feladatunkat, tehát fizikailag akár 7 milliárd köbméternyi földgázt is tudunk fogadni évente Horvátország irányába. Mi smo našu domaću zadaću izvršili i fizički smo sposobni za primanje čak 7 milijardi kubika plina iz smjera Hrvatske.
Azonban azt is látni kell tehát, hogyha nem lesznek új földgázforrások, ha nem lesznek új szállítási útvonalak, akkor meg fog maradni az Oroszországból származó földgáznak a nagy szerepe Közép-Európa, sőt egész Európa ellátásában. Međutim, moramo vidjeti da ako neće biti novih kapaciteta i neće biti novih izvora dobavljačkih pravaca, onda će i dalje kako za nas, tako i za cijelu Europu zapravo ostati važnost, energetska važnost ruskih energenata. Röviden azt tudom önnek mondani, hogy Finnország és Svédország még nem adták be a tagsági kérelmüket a NATO-hoz. De ha ezt megteszik, akkor mindenképpen pozitívan viszonyulunk ez a kérdéshez. You have an answer for that, right? The Russian soldiers, when they would arrive to Hungary to this multinational... As soon as possible. Yeah. The 70. Mm-hmm. Oh, double pitanya. Yeah. No. Vaše pitanya. Mm-hmm. No. Yeah, she asked about your soldiers arriving to Hungary, but I think it's better if you respond to that. Yeah. Da, da, mislim, što se toga tiče, to je ovaj naša, mislim, obveza koja proizlazi iz našeg NATO članstva i tu je ministarstvo obrane, naravno, uključeno. Jedna redovitost gdje smo mi sa drugim zemljama u susjedstvu, dakle u Europskoj uniji i Slovačka, naravno Mađarska. Tako smo mi kötele za čitim NATO tagoknak. Mi smo sve ove godine isto naravno zajedno surađivali i imali smo jako dobru suradnju kada je u pitanju su upravo to područje dvaju ministarstava obrane i kao vrlo predane članice NATO saveza. A korábbi években is sikeresen együttműködtünk a két. Vaše pitanje je vezano za summit krajem lipnja mjeseca u Madridu. Mislim da se tu nema što zapravo usklađivati više kad je naša politika našim članstvom, gdje imamo i prava i obveze, već zapravo usklađena upravo po činjenici našeg članstva. Ali je NATO čučati leti Madrid van? Ulaskom u NATO savez mi smo prihvatili zapravo sva ona načela i najvažnije strateške dokumente koji utvrđuju budući razvoj NATO saveza. Tehát a NATO-ba belépve elfogadtuk azokat az elveket és azokat a stratégiai dokumentumokat, amelyek a NATO... Ujačanju obrane, naravno i sigurnosti. Természetesen a biztonság és a védelem erősítésében. A to je sadržano i u tom dokumentu, strateški koncept koji se treba usvojiti upravo na tom summitu. I še za strategiju koncepciju resetiške i pazijama je... Jedan od važnijih načela i strateških dokumenta naravno je politika otvorenih vrata. Ugye a nyitott ajtók politikája az egy nagyon fontos elv és egy fontos stratégiai dokumentum. Koja podrazumijeva da sve one zemlje koje žele ući u članstvo, u NATO članstvo, prije svega, ako su ispunili sve one standarde i kriterije koji su nužni za to članstvo, ako su ispunili, oni su dobro došli u NATO savez. Ugye ezt kérdezik, és standardeket, amiket a NATO meghatároz, akkor természetesen szeretettel látjuk őket a NATO-ban. Što se tiče Finske i Švedske, oni već dugo aktivno surađuju u raznim oblicima i formatima različitih programa s NATO, odnosno sa zemljačanicama NATO saveza. Finnország és mi mislimo da će članstvo u NATO-u Finske i Švedske samo ojačati našu sigurnost, našu obranu i mislim da tu dijelimo apsolutno sve zemljačanice jednako stajalište. Úgy gondolom, hogy Finnország és Svédország NATO tagsága csak erősíteni fogja a biztonságunkat, a védelmünket, és úgy gondolom, hogy a NATO minden tagállama osztja velünk. Ja, Finska i Švedska se redovito pozivaju kao zemlje partneri na našim neformalnim vijećima, NATO sastancima ministara vanjskih poslova, ali i na summitu. Tome članstvo tih dviju zemalja je u rukama njihovih građana, u rukama njihovih vlada i ako one odluče, one moraju naravno pristupiti odgovarajućoj proceduri, aplikaciji. Svaka država članica treba isto tako donijeti zakon o ratifikaciji sporazuma. Nije svaka zemlja jednaka u proceduri, ali evo možete to znači.
Úgy gondolom, hogy a vláda predlaže taj zákon, on se raspravlja na u Hrvatskom saboru i onda je obično većinom se usvaja. Horvátországban a kormány az, amelyik megalkotja ezt a törvényt, felterjeszti az országgyűlésnek, a Horvátországgyűlés ugye erről tárgyal és egyszerű többséggel dönt. Igen, tegnap előtt felhívott a finn miniszter. És ez vála svédska miniszterisza. Tegnap a svéd miniszter asszony. I pitala, hogy Hrvatska podržava. Megkérdezi, hogy Hrvatska támogatja az ő kérelmüket. Ja sam naravno rekao se da davajući upravo sve ovo, dakle, da pače u ime Hrvatske vlade, kao ministar vanjskih poslova, podržao njihovu budućnost. Horvát kormány nevében, mint külügyminiszter, abszolút támogatom az ő jövőbeli kapcsolatot. Kao važan doprinos sigurnosti transeurópskog prostora, transatlantskog prostora. Az összeurópai térség biztonságának. I naravno, to je, kažem, ovisi o njima, kada će oni biti spremni, kada će dogovoriti rastrop, to je njihova interna procedura. Mikor lesznek készen erre, ez az ő belső feljárásuk? To bi moglo biti već u svibnju, lipnju. Akár májusban, júniusban is ez már megtörténik. Ha onda trebate negdje čekati godinu do dvije, ovisi o okolo zemljama, lehet, hogy egy-két is lesz, ugye az egyes államokban, attól, hogy milyen hosszú a procedúra. Tako da, ako sve to skupa prođe u svim ti zemljama, one bi mogle vjerojatno vjerojatno za dvije godine već biti. Pa minden államban ez a procedura lefut, akkor körülbelül két éven belül lehetnének teljes jogutamok. Tako da, nema razloga, kažem, nikakvih nema razloga i bilo kakvih dilema oko toga, jer treba Hrvatska podržati. Nincs ok bármilyen dilemmára azzal kapcsolatban, hogy Horvátország támogatni fog.